Köszöntjük Önöket, jó reggelt kívánok! Ez már a napindító, Errántás Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal kezdjük műsorunkat, én Zavaros Eszter vagyok. Továbbra is kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán, illetve izraeli háborúkkal, kezdjük és ezzel azonnal kapcsolom Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. Egyenesen Röjtök Muzsajról, aki itt van velünk most a virtuális térben itt a műsorban az adásban. Jó reggelt kívánunk, tanár úr, köszönjük szépen, hogy ma is csatlakozott hozzánk. Kezdjük csokrom, én köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük Ukrajna helyzetével, illetve az orosz-ukrán konfliktussal. Ugye egy komoly bejelentést tett Észtország, ugyanis Alar Karis ész köztársasági elnök kijelentette, hogy országra továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Az Unénien szerint az elnök hangsúlyozta, hogy Észtország 2027-ig bezárólag 1,2 milliárd euróval segíti Ukrajnát a háborúban. Milyen összeget jelent ez pontosan? Tehát milyen mértékű ez az összeg, ez a támogatási összeg? Azt kell látni, hogy folyamatos a tárgyalás a NATO és Ukrajna között, valamint az Európai Unió és Ukrajna között. Az is látszik, hogy Zelenszkij most a három balti államba tett látogatást, mind a három államtól fegyvert, pénzt és nagyon sok egyebet kért. Nagyon érdekes volt Zelenszkij hozzáállása, aki először kifejezte háláját és köszönetét, majd az összes nyugati ország felé címezve azt mondta, hogy micsoda dolog, hogy nem adják át a legmodernebb fegyvereket, és ezért a nyugatot terhel a felelősség sok ukrán katona haláláért. Hozzátette azt is, hogy Ukrajna a NATO-t védi. Na most ezek a mondatok tényszerűleg nem igazak. Az észtek abból indultak ki, hogy mivel Észtország komoly ellenségként tekint Oroszországra, és fenyegetettséget érez, ugyanezt érzi a másik két balti állam, a lengyelek, a britek, a skandinávok, az összes többi európai ország nem, vagy sokkal kevésbé. Ezért az észtek elhatározták, hogy ön mondta, hogy a ukrán nemzeti jövedelem 0,25%-át adják át 4 éven keresztül Ukrajnának, hogy ezzel Ukrajnát segítsék. Én remélem azt, hogy ez a háború nem fog 4 évig tartani, és remélem azt, hogy ezt a pénzt már az újjáépítésre lehet majd fordítani, de ez volt a hivatalos ész hozzáállás. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Nógrádi úr Önt is, és a kedves nézőket is természetesen szeretettel köszöntöm. Maradunk ennél a témánál Volodymyr Zelenszkij balti körúti látogatásának során, amely alkalommal, most mint tudjuk, legutóbbi alkalommal azt mondta, hogy a nyugatnak a végső győzelemig támogatnia kell Ukrajnát az orosz invázióval szemben. Ezt megerősítette egyéb iránt a lett államfő is az ukrán elnök mellett. Azt mondták, hogy teljes győzelemig való támogatásról kell beszélni, más szóba sem jöhet. És ugyanakkor azt is elmondta Zelenszkij, hogy szó sem lehet arról, hogy bármilyen fajta tűzszüneti egyezmény vagy megállapodás kötessék Oroszországgal, ki fognak tartani. Van ennek bármilyen szintű létjogosultsága? Nincs, de kiváló PR. Tehát ez a fronton lévő ukrán katonának azt mondja, hogy tarts ki, tiéd lesz a győzelem. Ennek semmilyen realitása nincs. Nagyon sok nyugati politikus azt követeli, hogy moderne fegyvereket kapjon Ukrajna. Nekem nagyon érdekes volt, hogy a német volt köztársasági elnök Gauck azt mondta, hogy kapják meg a Taurus rakétákat. Ezt jelenleg a német kormány nem hajlandó átadni, mert ezekkel Oroszország mélységi területére lehetne belülni, és a németeknek azért elég sok katonai konfliktusa volt, ha csak a 20. századot veszem Oroszországgal, többek között két világháború, és nem akarják ezt a politikát folytatni. De ami számomra érdekes, a bajor miniszterelnök Söder ugyanezt mondta. Tehát amit, hogy át kell adni ezeket a fegyvereket. Tehát itt látunk éppen sebesülteket, halottakat, technikát, mindent. Bármi történik, Ukrajnának nincs esélye, hogy ezt a háborút megnyeri. Ha megnézem, hogy nyugati technikát nem tudják kezelni, a Leopard 1-es, 2-es harckocsik egyszerűen kidőlnek a sorból, mert a szükséges karbantartást nem csinálják meg, valószínűleg nem is képesek rá. Az F-16-osok szállításánál, és itt a régebbi típusokról van szó, nagyon komoly fennakadás van. Tehát mindaz, amit a Zelenszkij mond, az egy napi propaganda, és úgy érzem, hogy az embereknek Ukrajnában és Ukrajnán kívül is csak nem 2 évvel a háború kezdete után elegük van a propagandából. Tanár úr említette Németországot, és nem is szabad elmenni amellett úgy, hogy ne beszélnénk arról, hogy mi történik Németországban. Nyilvánvalóan az agráriumban dolgozók sztrájkjáról, a vasutasoknak a sztrájkjáról, a fuvarozóknak a munkabeszüntetéséről is szó van, de ez bőven-bőven túlmutat azon, ami csak simán a megszorításokról szól a Scholz kabinetet illetően. Gyakorlatilag abban érdekelt a német társadalom most már talán nagyobb többsége, hogy ez a zöld lámpás, piros, sárga lámpás koalíció elmenjen, be fogja adni a derekát a Scholz kabinet, és eleget tesz ezeknek a kéréseknek, vagy továbbra is az várható, mint ami elkezdődött múlt év végén, illetve ez év december, illetve januárjának 10
egyedik napján, jól emlékszem, hétfői napon, de nem tudom pontosan a dátumokat. Tehát a lényeg az, hogy beadja a Scholz kabinet a derekát, és teljesíti ezeket a kívánságokat, vagy pedig nem, és akkor viszont olyan Európára nézhetően komoly károkat fognak szenvedni unió szinten minden ország, Németország miatt, amit még talán nem látott a 20. században sem. Nagyon jó a kérdés, mivel kevés időnk van, gyorsan mondom. Egy, Németországban a Weimari köztársaság óta kormány csak úgy lehet buktatni, ha helyette előtte újat választok. Ezt úgy hívják, hogy konstruktív bizalmatlanság indítvány. A második megjegyzésem az, hogy egy rendkívül kis összegről folyik a vita, elnézést. Hát két olyan döntést hozott meg a kormány, ami miatt a gazdák az utcára mentek. Az egyik, hogy a mezőgazdasági gépek fölött, járművek fölött adót vetnek ki, másik, hogy a általuk felhasznált benzin és dízel adóját megemelik. Ez évente kb. 400 millió euró. Ez elnézést kérek, nem pénz. Csak Ukrajna kap évi 8 milliárdot, tehát a Ukrajnának nyújtott támogatás 5%-áról folyik a vita. A második megjegyzés. Hát a német kormány eddig elvileg hajlandó volt tárgyalni, gyakorlatilag nem, harmadik. Van egy mezőgazdasági miniszter, török származású zöld politikus, a német politika egyik idézőjelben nagy öregje, aki azt mondta, hogy úgy hozták meg a mezőgazdasági döntéseket, hogy ő nem volt ott, én azt emelesek a székről, hát ilyet akkor sem mondok, ha ez így történt. Ő azt mondta, hogy ígéri azt, hogy a megszorító intézkedéseket hosszú évek folyamán fogják bevezetni. Elnézést, hol lesz ez a kormány két év múlva, hát ennek a kormánynak jelenleg nincs jövője. A kancellár támogatottsága 17-19% közt van. Idén három volt NDK-s tartományban lesz választás, ahol a fölmérések szerint az első tartományban a három kormánypárt együttes adata 11%, tehát katasztrofális. Nekem rendkívül érdekes, hogy a gazdák először gazdasági, majd egyre inkább politikai tüntet, pont politikai jelszavakkal álltak elő, és az egyik jelszavuk most úgy hangzott, nekem ez nagyon érdekes volt, hogy nincs kaja, mert megeszi Zelenszky és Scholz. Egyik legismertebb német politikus, a Parlament Biztonsági Bizottságának, Honvédelmi Bizottságának vezetője, egy FDP-s hölgy azt mondta, hogy kevesebb von der Leyen, és több von der Freiheit, tehát kevesebbet kérünk von der Leyenből, és többet kérünk a szabadságból. Nagyon-nagyon elszabadultak az indulatok Németországban, és úgy ön mondja a gazdatüntetéshez, egyre újabb és újabb csoportok, szakszervezetek csatlakoztak. Elkanyarodva egy kicsit Németországtól, bár nyilván ez a német helyzet nagyon érdekes, mert a Taurus rakétákról, vagy akár beszéljünk most a Taurus rakétákról, ugye ennek az átadás átvétele szóban forgott az elmúlt két év során. Nagyon sokszor szó volt arról, hogy Taurus rakétákat kap Németországtól Ukrajna, de valamiért ezek a Taurus rakéták nem érkeztek meg Ukrajnába. Mi a helyzet most ezzel a rakéta átadás átvétellel? A német kancellár rendkívül okos. Ezek a rakéták több száz kilométeres mélységbe be tudnának hatolni Oroszországba és komoly károkat okozni. Zelenszky mindent követel. Zelenszky már többször fenyegetett azzal, hogy atomháború lesz. Zelenszky már többször elmondta, hogy ő védi a világot. Mindent kér. Eddig a németek nem voltak hajlandók átadni ezeket a rakétákat. Miért? Mert hagyományosan az orosz-német kapcsolatok jók. Az amerikaiak attól félnek, hogyha helyreállnak a jó orosz-német kapcsolatok, az USA perifériára kerül Európába. Ahogy az USA most az arab háborúban, ha úgy tetszik, a arab-perzsa öbölnél, a szaudi konfliktusban egy kicsit kiszorult. Tehát látszik az, hogy itt globális játékról van szó. A németek nem akarják veszélyeztetni a hosszú távú háború utáni kapcsolataikat Oroszországgal azzal, hogy ezeket a támadó fegyvereket átadják. Zárójel, az USA sem adja át a modern fegyvereit az ukránoknak nagyon sok ok miatt, mert tudja, hogy feltűnnek a fekete piacon, tudja, hogy nem tudják kezelni, és van még egy fő ok. Mert ettől kezdve a kibékülés a háború után nehezebb lesz, és bármilyen fegyvert adnak Ukrajnának, Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni. Tanár úr, Seymour Hersh írta azt, amikor felrobbantották azt követően azt a két gázvezetéket, ami összekötötte volna Németországot és Oroszországot. Ez volt egyik legfontosabb dolog, amely mondjuk oda vezetett, ahol tart most Németország. A másik az a rengeteg kiadott pénzt, amit Ukrajnára fordítottak a németek. Adók bevezetéséről is szó volt. Leválasztották Németországot az orosz energiahordozókról, cserébe négyszeres áron kínálták az amerikai gáz. Amerika tudjuk, hogy sok szempontból diktál, most is diktál Németországnak, vagy egyszerűen a Scholz
kabinet egyszerűen ennyire gyenge, hogy nem tud mit kezdeni, és emiatt van ez a társadalmi hatalmas fölháborodás, mert ez nem csak az agráriumban dolgozók tüntetéséről szól, bőven túlmutat azon. Amit ön mond, abban tökéletesen igaza van, a Scholz kabinet rendkívül gyenge, és egy gyenge kabinetnek kívülről még könnyebb diktálni. Az Egyesült Államok legfontosabb katonai bázisa USA-n kívül Németországban van, Rumsfeld térségében. Az amerikaiak millió ponton ott vannak, és a német gazdaságot, politikát, titkosszolgálatokat ellenőrzik. 2-3 évente van botrány, hogy beszerveztek embereket a német titkosszolgálatból, de ezt mindig mindenki eltusolja, mert nyilvánvaló az, hogy Németország ma az USA nélkül nem tud létezni. Ha valaki figyelte a lengyel tüntetéseket, mi a lengyel tüntetés jelszava? Hogy a Tuska német politika kiszolgálója. Most nem menjünk bele, hogy igaz vagy nem, de a német politika ma az amerikai politika kiszolgálója, és ez rendkívül megnehezíti a helyzetet. Elmúlt közel 80 év a II. Világháború vége óta is Németország továbbra is kiszolgáltatott. Tehát nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és a kormányt a saját pártjai bírálják. Hát ha megnézem a Scholz kabinetet, a Scholz nem tudott pártelnök lenni, a Scholz nem tudott meghatározó vezető lenni a német szociáldemokrata párton belül, a pártnak ma van két elnöke, egy főtitkára, és ők az elmúlt 24 órában is bírálták a német kormányt. Ez a kormány rendkívül gyenge, és nem tudja valóban a német és európai érdekeket keresztül vinni. A gázvezeték főrobbantását mindmáig nem meri senki tisztázni. A lengyel és a ukránok nem hajlandók a valós adatokat kiadni, mert tudnák, hogy abból óriási botrány lenne, ha kiderülne a valóság. És Németország ma nem az, ami volt. Én 500-szor elmondtam, hogy mikor gyerek voltam, volt egy film, amelyik azt mondta, ítélet Nürnbergben, hogy Berlin, Németország, Németország, Európa. Ma Németország nem tudja Európát vezetni. Nógrádi György, nagyon szépen köszönjük, hogy most itt beszélgettünk, de természetesen 8 órától folytatjuk. Önöknek is felhívom a figyelmét, hogy most pár perc szünetet tartunk, de 8 órától folytatjuk a háborúk elemzését. Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal Nógrádi György ismét csatlakozik hozzánk, de Amerika kérdését is korcső alá vesszük. Tartsanak velünk! Jó reggelt kívánok! Köszöntjük Önöket Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal. Ez ismét a napindító, és folytatjuk műsorunkat, vagy kezdjük azok számára, akik most kapcsolódnak be az adásba. Ma is kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán, illetve izraeli háborúkkal. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lesz most itt, majd Skype-on keresztül a vendégünk vele. Arról beszélgetünk például, hogyha minden jól megy, akkor a magyar-ukrán külügyminiszteri találkozóra kerülhet sor január 29-én Ungváron, illetve elvesztettem a fonalat. Január 9-én több tucatnyi ország az Európai Unió és NATO tagságának szinte minden tagja közös nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélték azt, hogy Oroszország Észak-Koreától vásárol ballisztikus rakétákat, és azok segítségével hajt végre csapásokat Ukrajna ellen. Ezekről is kérdezzük majd Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, és az izraeli konfliktust is természetesen továbbra is elemezzük. De itt lesz velünk Magyarics Tamás, Amerika szakértő, vele az amerikai választásokról beszélünk, és arról, hogy kinek van nagyobb esélye a győzelemre, a demokratikus pártnak a jelöltjének, demokratikus párt jelöltjének, vagy pedig a republikánus párt jelöltjének. Erről is beszélgetünk majd vele, és természetesen Dunda Györgyöt is kapcsoljuk majd Kárpátaljáról, aki elmondja a legfrissebb és legfontosabb háborús híreket ma reggeli folyamán. Úgyhogy érdemes lesz csatlakozni hozzánk, és most, ahogy megszokották, jöjjön háborús a szállításunk. Ez az egyike annak a több száz alagútnak, amit az izraeli hadsereg megsemmisített a gázai övezetben tavaly október óta. A zsidó állam emellett további 300 járatot tárt fel. A bizonyítékok alapján a Hamas terrorszervezet ilyen helyeken bújtathatta az október 7-i támadás során elhurcolt túszokat. Tovább folytatottak a harcok a palesztinok lakta térségben. Az akciósorozatot Izrael kiterjesztette az övezet déli részére és Hán Yunisra is. Közben a zsidó állam miniszterelnöke megerősítette, hogy Izraelnek nem áll szándékában véglegesen megszállni a gázai övezetet és kitelepíteni a lakosságot. Izrael a Hamász terroristák ellen harcol, nem a palesztin lakosság ellen. És ezt a nemzetközi joggal teljes összhangban tesszük.
Az izraeli hadsereg mindent megtesz a polgári áldozatok minimalizálása érdekében, míg a Hamász mindent megtesz annak érdekében, hogy a palesztin civileket emberi pajzsként használja fel. Mondta Benjamin Netanyahu, aki hozzátette, céluk a Hamásszal való leszámolás és a túszok kiszabadítása. Dél-Afrika azonban nem hisz az izraeli kormányfőnek, és népirtással vádolta a zsidó államot a Hágai Nemzetközi Bíróságon. Izrael a folyamatos bombázásokkal olyan cselekményeket követel, amelyek a népirtás definíciójába tartoznak. Az akciók rendszeresen ismétlődőek, amelyből szisztematikus népirtásra lehet következtetni, jelentette ki Adila Hassim, dél-afrikai ügyvéd. Más országok is úgy vélik, növelni kell a nyomást Izraelre annak érdekében, hogy leállítsa a palesztin lakosságú gázai övezet elleni agresszióját. A jordániai király, az egyiptomi elnök és a palesztin hatóság vezetője akabai találkozójuk után leszögezte, hogy nem szabad elválasztani egymástól a két palesztin területet. Állításuk szerint a gázai övezet és Cisjordánia sorsa egybefort. Eközben az ENSZ biztonsági tanácsa határozatban szólította fel a jemeni lázadókat, hogy hagyjanak fel a vöröstengeri támadásokkal. Természetesen az izraeli helyzetet fogjuk most első körben menni. Ugye 100 napja lesz vasárnap annak, hogy a Hamas megtámadta Izraelt, de mik a legfrissebbek? A legfrissebbek azok, és aztán rögtön fogunk fordulni, majd Nógrádi tanár úrhoz is elmondani a legfontosabbakat, és átbeszélni a legfontosabb kérdéseket. Azonban nagyon rövid időre engedjék meg, hogy a legfontosabb elmúlt 24 óra eseményeit röviden önökkel megosszam. Több mint 100, és ezt hallhatták már részben, Hamászhoz tartozó alagutat semmisített eddig meg az izraeli hadsereg az október 7-i támadás követően, és mintegy 300 további járatot tártak föl. Ezzel kapcsolatban megszólalt természetesen Benjamin Netanyahu, aki izraeli miniszterelnökként azt mondta, hogy addig folytatják ezeket az akciókat, amíg föl nem számolják a gázai övezetben teljes mértékben a Hamászt. Hozzátette azt is, a kormányfő Izraelnek nem áll szándékában véglegesen megszállni a gázai övezetet és kitelepíteni az ottani lakosságot. Eztán azért is mondhatta Benjamin Netanyahu, mert óriási nemzetközi nyomás nehezedik rá ebben a kérdésben is. Civilek elleni célzott támadásokkal és népirtással vádolta meg ugyanakkor eközben, és a Nemzetközi Bírósághoz fordult a Dél-Afrikai Köztársaság. Erre a zsidó államnak a miniszterelnöke Benjamin Netanyahu azonnal reagált, és képmutatással vádolta meg egy csütörtök esti közleményében a Dél-Afrikai Köztársaságot, amiért népirtás mellett beperelte a zsidó államot a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságon. Izraelnek ugyanakkor minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát, és az önvédelmi jog az adott. Ez pedig Robert Habeck német alkancellár mondta, aki Izraelbe látogatott. Az amerikai elnök közel-keleti megbízottja közben kifejezte a béli reményét Beirutban, mert ott járt, hogy diplomáciai eszközökkel sikerülhet csillapítani az izraeli és a libanoni határon kialakult konfliktust, mint ismert a Hamas támogató libanoni Hezbollah is több alkalommal célzott csapásokat mért izraeli célpontokra. Az amerikai külügyminiszter Izrael és arab államok együttműködésével lehet Iránt hatékonyan elszigetelni, ezt mondta az Egyesült Államoknak a külügyminisztere, mert hogy tudják, hogy Iránnak igenis komoly szerepe van a közel-keleti térségben zajló harcokat illetően. És még egy érdekesség a végére, aztán fordulunk Nógrádi tanár úrhoz. Nem tudni pontosan, hogy mit tudott Katar az októberi Hamász által elkövetett terrortámadásokról, de a nyugati titkosszolgálatok arra gyanakodnak, hogy az emírség saját érdekeit helyezte előtérbe, emiatt hallgatott erről. Ugyanakkor azt is megállapították elemzők, ha ez esetlegesen így is volt, abban az esetben sem lehet semmilyen retorzió, ami Katart érintheti, mert túlságosan fontos a térségben partner szempontjából mind a komplett nyugatnak, mind pedig az Egyesült Államoknak. És akkor fordulok Nógrádi tanár úrhoz. Itt van velünk az éterben, tanár úr? Igen, jó reggelt kívánok. Amivel zártam, azzal kezdem a kérdést. Elképzelhető, hogy ilyen dolog történt Katar kapcsán, vagy pedig ez inkább egy pletyka és egy kacsa? Lehet, hogy kacsa, de az egyet látni kell, a katári hírszerzés kiváló. A másik az, hogy Katár most kötött megállapodást az Egyesült Államokkal arról, hogy amerikai csapatok továbbra is ott fognak tartózkodni, ha jól emlékszem, 10 évig. Tehát most Katárnak neki menni nem lenne célszerű. Az izraeli hírszerzés főnöke általában Katárban találkozik a Hamas vezetőivel, amerikaiakkal, szaudiakkal, tehát Katárnak egy ilyen szerepe van. Itt elhangzott, hogy Katár a saját érdekeit képviseli. Természetes. Ez egy túls gazdag arab állam, persze, hogy a saját érdekeit képviseli. Ha tudott is információkat, esze ágába sincs tovább mondani, hát ez a nemzeti érdeke.
nem fogják támadni. Nagyon fontos minden ország számára, az araboknak, a palesztinoknak, most nem menjünk bele, hogy az arab és palesztin ugyanaz-e, a zsidóknak, az amerikaiaknak, mindenkinek kulcs szerepe van. Volt egy rendkívül érdekes dolog, azt hiszem Zelenszky volt az, aki két nappal ezelőtt fölkérte Katárt, hogy fizessen a gázai övezetben lakó palesztinoknak, mert nagyon komoly pénzhiányuk van, mire a katári válasz úgy hangzott, hogy fizessen Zelenszky, ő kapja a nyugati pénzeket. Tehát Katárt nehéz megfogni, és az, hogy a katári hírszerzés esetleg jobb volt, mint a többi hírszerzés, ez a saját dicsősége és nem a kudarca. Tanár úr, egy éjjeli hír, vagy hát éjszaka érkezett az a hír, hogy egy amerikai és a brit légierőnek tulajdonképpen a repülőgépei felszálltak Ciprusról, és elkezdték bombázni a jemeni husztiknak az állomásait. Az ENSZ biztonsági tanácsában pedig 40 ország elítélte ezt a bombázást. Ellentmondást érzek ebben az egészben, főleg azért, mert természetesen az ENSZ mindig ugye kiáll a humanitárius dolgok mellett, és nyilván az emberélet az az első az ENSZ szemében, de mégis azt gondolom, hogy itt egy olyan komoly támadásról van szó, ugye, aminek most már lassan 100 napja, vagyis hát 100 napja tart ez a támadás sorozat, aminél inkább talán mégiscsak azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy Amerika és az Egyesült Királyság így lépett föl. Nem furcsa egyébként az ENSZ-nek ez a fajta ítélkezése a bombázással kapcsolatban? Hát az ENSZ-ben benne van a világ szinte minden állama, tehát az ENSZ mindig kompromisszumra törekszik. Az a 40 állam, amelyik elítélte most az amerikai és brit támadást, azok döntően harmadik világbeli országok. Nem szerepelt a hírekben, de 8-10 fejlett tőkés ország rögtön kiállt. Ezek közt van két nem fejlett tőkés, Seychelles-szigetek és még egy kis állam az amerikai és brit bombázás mellett. Mi a lényeg? Amióta a háború kitört, 127 amerikai USA elleni támadás volt a térségben. Közel-keleti belső gyűrűről van szó. A második megjegyzés az, hogy ezek a huszik lőtték a világkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Szuezi csatorna felé menő útvonalakat. Ez a világkereskedelem 10%-át foglalja magába. Ettől kezdve minden megdrágult. Nem tudom, ki figyelt oda, hogy egyre több hajóstárság nem hajlandó a Vörös-tenger igénybe venni, és helyette megkerüli Afrikát. Ebben a percben támadtak a szomáliai kalózok. Erre se figyelt oda senki. Tehát máshogy fogalmazva, a világon az árak fölmentek, bizonytalan lett minden. Ehhez jött egy francia kormány leváltása, egy német gazdatüntetés, egy lengyel tömegtüntetés, és elege van a nyugati vezetőknek ebből, és a leggyengébb láncemet, a huszikat próbálják kiverni. Mi a lényeg? A huszik teljes támogatást kaptak Irántól. Iránnal eddig szemben állt, most nem áll szemben, de a huszikkal szemben áll Szaúd-Arábia. Szaúd-Arábia megkapta azokat a német haditechnikai eszközöket, többek közt Eurofighter gépeket, amelyeket eddig a német kormány megtagadott neki szállítani. ENSZ. Az ENSZ-ben nyilván a nyugat ki fog állni a britek és amerikaiak mellett, a harmadik világ fenntartásait fogja hangoztatni. De túl vagyunk a bombázáson, tehát ennek megint túl nagy jelentősége nincs. Az ENSZ óra hozza a határozatait. Most a nyugati cél az volt, hogy a huszik támadásait valamilyen módon szétverje, megakadályozza, ezért a rakétakilövőket, katonai bázisokat lőtték, meglátjuk, hogy ezek után lesz-e újabb huszik támadás, de erről nem ők, hanem a teheráni vezetés dönt. Említette azt a fontos, hát hogy is mondjam, térséget, ilyen szempontból a Vörös-tengert, illetve azt a Szuezi csatornát, mert a Vörös-tengert és a földközi tengert köti össze. A másik ilyen stratégiai szempontból fontos térség az pedig a Perzsőből, mind a kettő helyen pattanásig feszült a helyzet, és tudjuk azt, hogy nagyon sok hajó szándékosan más útvonalon megkerülve az egész fekete kontinens szállít, ez aztán mindenben érezheti hatását, tehát az energiaárak is ilyen formán följebb mennek, a szállítmányozás följebb megy, átalakulóban van a világ, ezt pontosan tudjuk. De a lényegi kérdés, a Vörös-tengeren a huszik, akik ezeket az akciókat végrehajtják, amelyeket a britek és az amerikaiak igyekeznek meggátolni, előre tolt sánca Iránnak, mert Irán áll mögöttük, vagy pedig ez egyéni akció kizárólag? Nincsenek egyéni akciók, ők Irántól kapják a fegyvereket, és Irán
irányítja ugyanúgy őket, ahogy a Hamaszt, a Hezbollahot, és meghatározott iraki síta szervezeteket. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy ez térségi háború lesz-e, ezt elvileg mindenki el akarja kerülni, és ebből az egész jövőbeni térségben milyen szerepet kap Irán. Irán a térség középhatalma, a síta világ vezetője, de jelenleg kőkeményen szemben áll a nyugati, ezen belül az amerikai és izraeli politikával. Igen, de rendkívül komoly támogatást kap a biztonsági tanács 5 állandó tagja közül 2-től, az oroszoktól és a kínaiaktól. Nagyon komoly iráni fegyver tömeget mennek át a oroszoknak a orosz-ukrán háborúba, ugyanúgy, hogy az észak-koreaiak is rendkívül komoly fegyvertömeget adnak át. Tehát itt ma egy globális háború körvonalait látjuk, ahol úgy néz ki, hogy a világ vezetői ezt próbálják visszaszorítani. A huszik még egyszer csak Irán utasítására léphetnek, hiszen a kiképzést ott kapták, és a fegyvereket onnan kapják. Megszoktuk már ezt az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hogy különböző jelentéseket kapunk arról, hogy hány sebesültje, halálos áldozata van eddig a háborúnak. Nagyon sok esetben, sőt a legtöbb esetben ezek fals számok. Most viszont az izraeli háború kapcsán egy palesztin jelentés, az azt írja, hogy 23 000 palesztin Gázában ugye elhunyt, 59 000 sebesült van, és szeretnének 6 000 sérültet Egyiptomba szállítani, de Egyiptom nem kér ezekből a sérültekből. Hát ezek az adatok többé-kevésbé megfelelnek a valóságnak. Azt lehetetlen megmondani, hogy ebből a durván 23 000 halottból mennyi volt a Hamász harcosa, mennyi sajnos a gyerek és mennyi sajnos a civil áldozat. A sebesültek száma körülbelül megfelel, mert egy háborúban általában egy halottra 3 sebesült jut, ami a kérdést illeti. A 6 000 sebesült átszállítása Egyiptomba Egyiptomnak nem felel meg, mert nem akar közvetlen beavatkozni a háborúba, Izraelnek sem felel meg, hiszen nyilvánvaló 6 000 sebesült között átszállítanák a Hamász még életben lévő vezetőit, hogy a térségből kimentsék. Tehát ez egy rendkívül ügyes trükk, ezt jelenleg sem Egyiptom, sem Izrael nem volt hajlandó elfogadni, tehát valami más kell kitalálni. Egy tény, ez a világ legsűrűsben lakott övezete, az egész gázai övezet körülbelül annyi, mint Budapest területének 2/3, és itt rengeteg a halott értelmetlenül. A Netanyahu háborút folytatni akarja, itt előbb elmondták önök, hogy Netanyahu bejelentette, hogy Gázát nem akarják Izraelhez csatolni, oké, de pár héttel ezelőtt az ennek az ellenkezőjét mondták, tehát ez a háború most Netanyahu jövőjéről is szól, ha választásokat kírják, Netanyahu-nak kevés az esélye, az ő egyetlen esélye az, hogy olyan sikert él el a fronton és hazahozza a még életben lévő tuszokat, hogy a saját pozícióit javítsa. Ez ma még nem látszik. Tanár úr, megütötte a fülemet az, amikor korábban azt mondta, hogy térségbeli háború lehet egy nagyobb regionális háború, vagy nem. Ha nézzük a Hezbollah tevékenységét, a Hamász tevékenységét, az, hogy az Irán barát milicisták miket követnek el, és mikre készülnek Izrael szerte, hogy diplomáciai nagyüzem van, főleg az angol száz országok részéről, elsősorban a Közel-Keleten. Ha látjuk, hogy Katarnak milyen a hozzáállás a Vöröstengeren, mi zajlik a huszikkal, és azt a három központot megnézzük, hogy Törökország, képzetbeli központot és háromszöget, Törökország, Irán, illetve a Szaúd-Arábia, és annak a közepében van Izrael, kiszélesedhet mindez szem előtt tartva ez a konfliktus, mert ettől nagyon sokan tartanak. A válasz az, hogy elméletileg igen. Tehát, ha ön megnézi, ön mondott egy háromszöget. Törökország meghívta pár nappal ezelőtt a iráni és szaudi vezetőket, hogy pontosan a térség ügyeit megtárgyalják. De nagyon érdekes, Törökország most zsigerileg szemben áll Izraellel. Háborús bűnösnek ként tekint Netanyahu-ra. Dél-Afrika beperelte Izraelt, meglátjuk, hogy mi lesz. Érdekes módon a harmadik világ döntő része kiáll Dél-Afrika mellett, a németek, amerikaiak azonnal elítélték a dél-afrikai kezdeményezést. Szaúd-Arábia. Szaúd-Arábia szeretné a kapcsolatait Izraellel fejleszteni, igen, de most közeledik Törökországhoz, távolodott az USA-tól, közeledett Kínához, és az évtizedek óta mélyponton lévő szaudi-iráni kapcsolatok javultak. Nagykövetségek nyíltak, külügyminiszteri látogatásokra került sor Irán. Teljes mértékben el van szigetelve, erről pár perccel ezelőtt beszéltünk, a nyugattól, de ő ellenőrzi a perzsa-arab öböl kijáratát. Most éppen egy görög hajót foglaltak el, a történet elég hosszú. 3 pici sziget,
van, amelyik ellenőrzi a kijáratot, mind a hármat évtizedekkel ezelőtt még a Sah idején megszállta Irán, és ők ellenőrzik a kijáratot. Itt bonyolódik le a világ kőolaj és földgáz mozgásának körülbelül 35-40%-a. Tehát ebbe a térségbe egy rendkívüli adag feszültség van bele kódolva. Bármikor lehet térségi háború Hezbollah, sokkal erősebb, mint a Hamász. Elképesztő nyilatkozatokat tesz közzé, de mindmáig nem támadott, mielőtt kijavítanak. Igen, támadott X rakétával, de frontális háborút Izrael északi része ellen nem indított. Libanon. Libanonban a kormány harmadgyenge. A Hezbollah erősebb, mint a kormány. A kormány azt szeretné, hogy ne legyen izraeli-libanoni háború, amit Izrael katonailag megnyerne, politikailag nem, de ez a libanoni politikát nem nyugtatja meg. Tehát amit ön mondott, itt most sajnos bármi és az ellenkezője is lehetséges. Fogjuk még folytatni ezt a témát, de kell, hogy egy másik háborúról is, egy hozzánk földrajzilag közelebb háborúról beszéljünk, és ezt érintettük már a műsor első felében. Néhány fontos információt osztanék meg ismét a kedves nézőkkel, aztán Nógrádi tanár úrhoz fordulok. 4 ellentámadást vertek vissza az orosz fegyveres erők Kupjanszki frontszakaszon az elmúlt 24 órában. A védelmi tárca közlése szerint 710 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. 260 főre tehető azok száma, akik a Donyecknél vívott harcokban vesztették életüket. Ez az orosz védelmi minisztériumnak az adatai. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek, illetve az Ukrajnával határos orosz területek több régiójából jelentettek ukrán tüzérségi támadást. Ezt is megszokhatták már, sajnos már erre többször volt alkalom. Beszéltünk a műsor elején, úgyhogy most bővebben nem fejteném ki azt a balti körútat, amelynek harmadik állomására érkezett most Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a tegnapi nap folyamán, ahol további fegyvereket kért, és a balti államok támogatásukról biztosították Kijev szövetségeseként Ukrajnát. Ugyanakkor azt mondta az ukrán elnök, hogy az ukrán férfiaknak legalább az adófizetés miatt kellene visszatérniük hazájukba, akik a háború miatt korábban elhagyták az országot. Az ukrán parlament, és ezt is félhetően lesz időnk majd kibeszélni még, visszaküldte átdolgozásra a kormánynak azt a mozgósítási javítását célzó javaslatát, amely parázsütát váltott ki az elmúlt néhány hétben. És akkor a Fekete-tenger aknamentesítésről is már esett szó. Valóban ez történt, hogy 3 NATO ország, név szerint Törökország, Bulgária és Románia, nekik a vezetőik megállapodtak abban, hogy a Fekete-tengert mindenképpen aknamentesíteni kell. És mielőtt Nógrádi tanárhoz fordulnék, elhangzott egy nagyon fontos, erős kijelentés, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettesének a szájából. Csütörtökön azt találta mondani, hogy a nukleáris fegyver bevetésére szolgálhat alapul az orosz rakétaindító állások elleni támadás, amit az ukránok hajtottak végre, és ehhez Sojgu védelmi miniszter is csatlakozott, aki a nukleáris triádról beszélt. Fontos hír, mit jelent ez? Egy, hogy Medvegyev, elnézést kérek, hülyeségeket beszél. Kiváló partnerrel lenne Zelenszkijnek, körülbelül ugyanazon a szinten vannak. A másik az, hogy Sojgu, amit mondott, hogy a nukleáris triád jól működik. Ez a szárazföld, a légierő, illetve a haditengerészet keretében meglévő tömegpusztító fegyvereket jelenti. Sojgu nem mondott olyat, hogy ezeket a fegyvereket be kell vetni. Ilyeneket hetente kétszer Zelenszkij és Medvegyev szokott mondani, tehát tényleg egymás kiváló partnerei. Gyakorlatilag a fronton álló háború van. A Zelenszkij körutat tett, hogy fegyvert kapjon. Nagyon érdekes volt, hogy a vezérkari főnökkel a kapcsolata egyre feszültebb, mert a vezérkari főnök szakértő, ő pedig, elnézést kérek, egy színészből átvedlett politikus, aki nyilván az elmúlt 2 évben a háború óta rengeteget tanult, de hát szakmailag azért messze nem megfelelő partnere egy olyan vezérkari főnöknek, aki egész életében azt csinálta, amit csinál, és annak a szakértője. Tehát Ukrajnában a helyzet változatlan, a frontokon álló háborúban elképesztő mennyiségű halottal. Az ukránok naponta közzé teszik, hogy hány orosz töltek meg, a legutolsó adat, ha jól emlékszem, 366 ezer volt, ami kizárt, mire az oroszok rögtön közzé tették, hogy ők eddig 408 ezer ukrán töltek meg, ami szintén kizárt. Ami a mozgósítást illeti, ilyen hülyeséget még a Zelenszkij sem mondhat, hogy azért jöjjenek haza, hogy otthon adózzanak. Hát ahogy átlépi az ország határt, viszik katonának, a túlélési esélye minimális. Tehát nem akarnak az ukránok Európából visszajönni.
Most volt egy ENSZ jelentés pár nappal ezelőtt, hogy 13,6 millió ukrán él a szegénységi szint alatt és támogatásra szorul. Ez a lakosság 40%-a. Ha ezt fölviszem 100%-ra, az 26, meg 8, az 34 millió, az azt jelenti, hogy durván 15 millió ukrán eltűnt. Elmenekült, nem hajlandó bejelentkezni, külföldön van, meghalt, stb. Tehát az egész ukrán politika nagyon-nagyon furcsa, hisz a katonai győzelembe, holott ennek ma a valószínűsége nulla. Tanár úr, az orosz ukrán háború kapcsán fontos az, hogy is keveset beszéltünk róla a hét közepén, a NATO diplomáciai szinten NATO tagok országainak a vezetői üléseztek, és az ukrán tanácsot összehívták, amely azért is fontos, mert az azért alakult, hogy a háborús sújtott országok megpróbálja a NATO segíteni. Az ukrán tanács ülésezéséről sok hír nem jött ki, de talán a legfontosabb volt, hogy hosszú-hosszú beszédek, de a konklúzió az volt, nincs több fegyver. Hogy lehet így akkor túlélni, mert ez egy fontos ülés volt, és előkészítette egy olyan NATO csúcsot, amin később valószínűleg ugyanez fog elhangzani. Így van, az volt benne, hogy nincs több fegyver, mint amiben megállapodtak, tehát a meghatározott fegyvereket megkapják, többet nem, Ukrajna állandóan újabb és újabb fegyvereket. Itt éppen légierőt látunk, F-16-osokat kér, Taurus rakétákat kér, nagyon sok egyebet kér, ezt mindmáig nem kapta meg az F-16-osokat, lehet, hogy megkapja, de olyan kis mennyiségben, és olyan elavult géptípusokat, amelyekkel a háború menetét érdemben még befolyásolni sem lesz képes. A NATO tökéletesen látja, hogy fegyverarzenáljai kezdenek kimerülni. Most nekik kell nagyon komoly összegekért új modern, általában amerikai fegyvereket venni, és ez a világ egyik legjobb üzlete, és az oroszok szemére vetik, hogy micsoda dolog, hogy észak-koreai fegyvereket használnak föl, oké, és Ukrajna esetében micsoda dolog, hogy kb. 30 ország fegyvereit használja föl. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, amit most látunk. Itt éppen látjuk azt, hogy a légierő emberei menetelnek, csodálatosan szép, de alapvetően ma a legmodernebb technikát nem hajlandók átadni, elnézést. A szilveszteri merényletnél ukrán fegyvereket akartak felhasználni Nyugat-Európába. Óriási cikk volt, hogy a Hamas észak-koreai rakétákat használ. Igen, de a Hamas használja az ukránoktól vett nyugati fegyvereket is. Tehát ma a fegyverpiacok rendkívül élénk mozgást mutatnak. Ukrajna ebből a szempontból nem megbízható partner. Sokszor hallunk ugye Oroszország kapcsán rejtélyes halálesetekről, most itt nem tudom, a Prigozsin halála például nem biztos, hogy annyira rejtélyes, és nem volt talán annyira meglepő a világ számára, de számtalan olyan felsővezető volt, ugye oroszországi felsővezető, akik rejtélyes módon eltűntek, meghaltak. És most Ukrajnában holtan találták kijevi otthonában Olga Kolinko volt főügyész helyettest és lányát Jaroszlávát. Azért érdekes ez, mert tulajdonképpen Ukrajnában is rejtélyes halálesetek sorozata fordult elő az elmúlt két évben. Hát ez azt jelenti, hogy aki egy diktatúrában, egy rendszer ellen van, azt eltüntetik. Az eltüntetésnek rengeteg módja van. Az egyik, hogy meghal, a másik, hogy a külön élő felesége mellett megtalálták mindkettőjük holttestét. A harmadik az, hogy emberek állandóan kiesnek kórházak ablakaiból, tehát rengeteg dolgot látunk. Valaki a saját jaktjáról bezuhan az óceánba és szörnyet hal. Ez azt jelenti, hogy egy diktatúrával szemben nem lehet belülről fölépni a siker reményében, ha ő ezt egyedül teszi, mert megölik. Nekem alapmondatom az volt, hogy a bielorusz diktatúra esetében háromfajta ellenzék van, aki már föld alatt van, aki Bieloruszba börtönben van, és aki nyugaton van, és rendkívül bátor. Ugyanez igaz Oroszországra, Ukrajnára is. Ha megnézzük Navalnyi esetét, ha megnézzük Ukrajnába, bárkinek a helyzetét, akkor azt kell látni, hogy egy diktatúrában sikeresen így fölépni nem lehet. Lehet, hogy egyéni elkeseredettségében sok mindenre hajlandó egy ember, de ettől a rendszert megdönteni nem tudja. Beszéltünk már arról több alkalommal, hogy Zelenszkij balti körúton van. Észtország ehhez mérten ígért segítséget. Négy éven keresztül vállalt, hogy átadja az ukrán GDP 0,25%-át. Ez összeg, de nem egy egetverő összeg. Nyilvánvalóan pici országról van szó. Ami viszont ennél fontosabb, az ukrán honvédelmi minisztérium részéről jött egy olyan bejelentés, és így fogalmaztak, 90 milliárd forintnyi, nyilván ez rinnyában értendő, de 90 milliárd forintnyi jogsértésről van szó. Ezt, hogyha magyarra fordítottan, azt jelenti, hogy ellopott és eltűnt pénzről. Egyetértek, de ez csak 4 hónap. Tehát 4 hónap alatt loptak el ennyit a minisztériumba.
tehát nem a csapatoknál, ez csak a minisztérium. Na most ettől kezdve csodálatos dolog, hogy elmondják, hogy Ukrajnában nincs korrupció. Nekem rendkívül tetszett, hogy az amerikai szóvivő a körbe azt mondta, hogy semmiféle jelen nincs annak, hogy bármilyen korrupció lenne. Itt látjuk az Európai Unió csillagait forogni, csodálatos a felvétel, látjuk Zelenszkijt gyönyörű zöld pulóverébe, tényleg megható, ahogy beszél, de Ukrajna ma sem az Európai Unió, sem a NATO felvételre nem alkalmas. Ebből az Európai Unióba föl lehet venni 10-15 év múlva, az messze van, a NATO-ban nem, mert az azonnali harmadik világháború veszélyét jelentené, pont. Nem csak a NATO csatlakozás lehetetlen Ukrajna szempontjából, hanem az Európai Uniós csatlakozás, és hogyha ilyen korrupció és ennyire nyílt korrupció van Ukrajnában, akkor továbbra is nagyon nagy kérdés az, ugye Orbán Viktor miniszterelnökön óriási a nyomás az Európai Unió tagállamainak a részéről, hogy menjen bele, támogassa Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Felteszem a kérdést, hogyha csak 4 hónap alatt 90 milliárd forintnyi pénz tűnt el, és csak a minisztérium részéről, akkor az Európai Uniós tagországok hogyan hunyhatnak szemet egy ilyenfajta korrupciós országnak a ténykedései felett? Mert azt mondják, hogy a fontossági sorrend, hogy Ukrajna Oroszország ellen harcol, Oroszországot meggyengíti, ezért gyakorlatilag egy pontig bármit megtehet. A második. Hát a von der Leyen már most bejelentette, hogyha nem sikerül megállapodni február 1-én arról, hogy Ukrajna megkapja az Európai Unió neki szánt 50 milliárd eurónyi összegét, akkor az Európai Unió államai egyesével kötik meg ezt a szerződést Ukrajnával. Következő, hát Ukrajnának vissza kéne fizetni a kapott pénzeket. Erre most hoztak 2 héttel ezelőtt körülbelül olyan döntést, hogy 2027-ig nem kell visszafizetni semmit. Elnézést kérek, hát 2027 után sem fog Ukrajna semmit visszafizetni, de most kapott 4 újabb évhaladékot, és elnézést, a 90 milliárd forint azért rendkívül komoly összeg. Hol a pénz, kik lopták el, kiknek kellett adni belőle, hol volt az ukrán katonai elhárítás, hiszen itt a hadseregről van szó. Ezekre az apró kérdésekre pillanatilag nincs válasz. Tanár úr, bő 1 percünk maradt, csak hogy ezt a témát mégis tovább vigyük. Fölmerült a kérdés, honnan van pénz. Azt tudjuk, az Egyesült Államok kérésére az Európai Unió teljesít, itt kiürítették az államkasszát, az uniós kasszát, és ezért akarnak 50 milliárdot beszedni a tagállamoktól. Ez a legegyszerűbb dolog, nem Washingtonból megmondani, hogy Európa mit csináljon, Európa építse le magát, kapja Ukrajnának, és belengetik nekik azt, hogy ukrán tagság. Hát nyilvánvalóan erről szó sem lehet, de ez talán elfogadhatatlan is. A válasz az igen, nagyon jó felsorolt, 1 pontot kiadott. Az Európai Unió tagállamai európai pénzből vegyenek amerikai fegyvereket, és a régi fegyvereket adják át oda gyakorlatilag ingyen Ukrajnának. Itt az Egyesült Államok rengeteget keres. Eladja a fegyvereit. Rákényszeríti Európát arra, hogy kölcsönöket adjon, hiteleket adjon Ukrajnának, amit soha nem fog visszakapni. 3. Leállította az Európa-Oroszország közti kereskedelmet, a kőolaj földgázszállítást, és eladja az amerikai pallagást az oroszok által a kért ár sokszorosáért. Tehát az USA ma egy rendkívül furcsa játékot játszik. Az Egyesült Államok helyes szerepe a világban csökkent, de ma még a világ meghatározó hatalma, és ezzel rendkívül ügyesen él és visszaél. Tanár úr, bocsássa meg, egyetlen egy mondatos válasz a legvégére, tényleg kifutnunk az időből. Oroszországot szerette volna leépíteni, vagy az Európai Uniót, az Egyesült Államok? Mindkettőt, Oroszországot meggyengíteni, rákényszeríteni arra, hogy amerikai feltételeket elfogadjon, stratégiai nyerséget átadja az USA-nak, és az Európai Uniót úgy meggyengíteni, hogy ne legyen vetélytársa a világpiacon az USA-nak. Nógrádi Györgynek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és jó hétvégét kívánunk, jövő héten folytatjuk. Önöknek megköszönjük most a figyelmet, pár perc szünetet tartunk, de folytatjuk az amerikai elnökválasztással. Donald Trumpnak több ellenfele is akad a demokrata jelöltek között, hogy kik ezek, és hogyan is küzd ellenük. Erről is beszélünk majd Magyarics Tamás Amerika szakértővel, a szünet után jövünk. Jó reggelt kívánunk, ez már a napindító, csak nagyon benne vagyunk itt az amerikai elnökválasztás kérdésében. Sok szeretettel köszöntjük Magyarics Tamás Amerika szakértőt. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk. Itt van velünk a műsorban. Donald Trump megkérdőjelezte Nikki Haley amerikaiasságát. Ugye a demokrata jelöltről van szó, ő is többek között egy ellenfele Donald Trumpnak itt az amerikai elnökválasztás kapcsán. Donald Trumpot egyébként nem először vádolták meg rasszizmussal,
Én azt szeretném kérdezni, és úgy indítanám a beszélgetést, mert ugye az amerikai elnökválasztás az idén lesz, hogy hogyan is áll most Donald Trump? Ugye nagyon sok a találgatás azzal kapcsolatban, hogy mennyire nagy a népszerűsége, de alapvetően jobbára azt mondják, hogy kicsivel népszerűbb most, mint Joe Biden, és nagyobb esélye van arra, hogy ismét amerikai elnök. Igen, egy pillanatra visszatérve Nikki Haley-re, nincsen igaz a Trumpnak különben, mert Nikki Haley Egyesült Államokból született. Tehát aki Egyesült Államokból születik, az amerikai állampolgár, pont, tehát utána már nincs további vita. Ami a helyzetét illeti, a legutóbbi felmérések szerint mondjuk 0,6%-kal vezet Biden előtt országosan. De mindig azt szoktam mondani, hogy ez semmit nem jelent. Még akkor sem jelent túl sokat, hogy 5-6%-kal vezetne, mert köztudottra az amerikai elnököt nem országosan választják meg, hanem az egyes államokba. Tehát hiába győz Donald Trump adott esetben országosan, mint ahogy mondjuk 2016-ban Hillary Clinton 1-2 millió szavazata többet kapott, mégis Donald Trump lett az elnök. Ugyanis azt számít, hogy az úgynevezett csatatér államokban vagy billegő államokban, abban 8-10 államban ki hogyan szerepel. És ahogy 2016-ban kb. 40-45 ezer szavazat döntött Trump javára, ugyanez a 40-45 ezer szavazat 2020-ban Biden javára döntött ezekben az államokban. Tehát az a érdekes, hogy ezekben az államokban hogyan állnak, ezt most ilyen például nagyon nehéz megmondani. Hozzá kell tennem azt, hogy a felmérések szerint Biden DeSantis-szal szemben 3-10% ponttal vezet, szóval érdekes, hogy Nikki Haley Biden-nel szemben 3,3 ponttal vezet, tehát a felmérések szerint Nikki-nek lenne a legtöbb esélye Biden-nel szemben, de nagyon valószínű, hogy Nikki Haley oda jutna, hogy Biden kívója legyen. Érdekes az, amit mondott, és kell, hogy beszéljünk erről, de legyen szíves, segítsen tisztába tenni mindenki miatt és a kedves nézők miatt is az egyszerűség kedvéért. Az Egyesült Államok több pártrendszer van, több párt indul a választásokon, de hagyományosan kettő erős párt van, ezek általában váltásban szoktak lenni, és váltják egymást a republikánusok, illetve a demokraták. A mostani demokrata kormányzat élén Biden elnök áll, akinek sokan megkérdőjelezik nem is éltes kora miatt, hanem inkább szellemi képességét illetően, igyekszem finoman fogalmazni, az esetleges képességét, alkalmasságát arra, hogy még egy ciklus vállaljon. Donald Trump ezzel szemben e tekintetben nehézségekbe nem ütközik a republikánusok oldalán. Mi lesz akkor abban az esetben, hogyha Donald Trump is mind a kettő elnökjelölt aspiráns esetében vannak bírósági ügyek, de mondjuk tud haladni, viszont egy idő után be fogja dobni a törölközőt, teszem azt, Joe Biden, ki lehet potenciálisan az utódja, mert ezt már ki kellett volna jelölni a demokrata pártnál, lévő novemberben választás van. Hát ez az amerikaiaknak ez egymillió dolláros kérdés lenne. Azt hiszem, hogy itt nem egymillió dolláros kérdést kell most megválaszolni. Nagyon nehéz eldönteni. Sokan úgy gondolták, hogy 2020-ban azért választották Kamala Harris-t a demokraták, hogy úgymond felépítsék 4 év alatt, mert azért már 2020-ban se volt teljesen fit Joe Biden. Akkor a Covid segített neki azzal, hogy nem nagyon kellett kampányolni, hanem hát úgynevezett alaksori kampányt folytatott. De Kamala Harris nem nagyon jól teljesített az utóbbi 4 évben, sőt rosszul teljesített, hogy pontosabbak legyünk, és úgy tűnik, hogy ő vele nem nagyon tudnának előre jutni. De most akit emlegetnek, és itt volt egy érdekes TV vita, Gavin Newsom, tehát a kaliforniai kormányzó és DeSantis között, mint ugye kimondatlanul két potenciális hát, háttérember, akik adott esetben beléphetnének, de Newsom meg túlságosan balra áll, tehát kaliforniai kormányzóként túlságosan balra áll a főáramtól, és balra áll még Bidentől is, tehát őt eléggé nehéz lenne eladni úgy, mint egy mérsékelt középutas jelöltet. Milyen például más nincs is nagyon, aki egyáltalán szóba jöhetne. Aki még indult a demokrata oldalon, Dean Phillips és Wilkinson, Marianne Wilkinson, teljesen jellegtelen politikusok, tehát nekik semmi esélyük nincsen. Az igazság az, hogy a demokratáknak már most kellene adott esetben dönteni, mert minden egyes nap azt jelenteni, hogyha később döntenek, hogy egyszerűen nincs emberük, és eleve handicappen indulnának.
Mi a helyzet republikánus oldalon? Donald Trumpot tudjuk, de van-e Donald Trump mellett esetleg a republikánusoknak olyan lehetséges jelöltje, hogyha Donald Trump nem tudja ezeket a bírósági ügyeket tisztába tenni, akkor mégiscsak mint egyfajta B-terv őt indítanák? Hát a B-terv a republikánusoknál rendes előválasztás van, tehát a demokratáknál nincsen úgymond rendes előválasztás, mert egy hivatalban levő elnökkel szemben nem élik indulni egyrészt, másodszor még nincs is senki, aki indulna. A republikánusoknál hát most ilyen pillanatban már csak ketten maradtak gyakorlatilag, Nikki Haley és DeSantis. És érdekes módon DeSantis indult, mint egyfajta második ember, viszont az ő népszerűsége és az elfogadottsága és a politikailag mondjuk kivitelezhető jelöltsége az inkább lefele megy, Nikki Haley fölfele megy. Tehát ilyen pillanatban Nikki Haley már megelőzi többek között egy-két kulcsállamban, például New Hampshire-ben DeSantist, ott 20-13% állnak, Trump 54%-kal, és országosan is nagyjából egyenlő szinten állnak, tehát Haley följött, DeSantis pedig lefele ment. Kettő közül adott esetben talán Nikki Haley lenne az, aki inkább nagyobb esélyt indulna, ahogy mondtam ezeket a számokat is, hogy Nikki Haley inkább vezet Biden-nel szemben, mint DeSantis. Az igazság az, hogy Nikki Haley-nek az előnye pontosan az lenne, ami a demokratáknak a vitolájából kifogná a szelet, hiszen indiai származású a nő, és a republikánusokat általában azzal vádolják, hogy fehér férfiaknak a pártja, legalábbis a döntő többségben a fehér férfiak szavaznak a republikánus pártra, és abban az esetben, hogyha a Nikki Haley, mondjuk tegyük föl abszolút hipotetikusan, hogy Gavin Newsom-mal kerül szembe, akkor egy középutas republikánus bevándorló hátterű nő állna szembe egy erősen balra álló fehér férfival Kaliforniából, és ebben az esetben legalábbis úgy tűnik ilyen pillanatban, és abszolút hipotetikusan, hogy így papíron több esélye lenne Nikki Haley-nek, mint Gavin Newsomnek, de hát ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy mégis Biden Trump lesz. Trump valószínű azért ezeket a dolgokat el tudja húzni, ment a csapata, hogy addig ne kerüljön sor ítélethirdetésre. Persze hát a demokraták meg igyekeznek, hogy ez legyen. Persze nem biztos, hogy mindenki szeretné, mert Trump egy nagyon jó ellenjelölt idézőjelbe. Őt azért nagyon sok helyen lehetne támadni, mondjuk Nikki Haley-t kevésbé lehetne támadni különböző ügyeken, mert ki azért nincsenek olyan ügyei, és nincsenek olyan bíróság ügyei, hogy potenciálisan 751 év börtönt kaphatna, mint Trump, hogyha az összes ügybe összeadnánk a maximális büntetést, amit kaphatna. Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter napokban úgy fogalmazott, 2024 az tényleg a választások éve lesz világszerte, rengeteg helyen lesz fontos választás. Elég, hogy csak az Európai Uniósra gondolunk, nemzetközi viszonylatba, vagy pedig nyilván az Egyesült Államok bélire. Ami viszont fontos, a kettő mostani potenciális jelölt esetében, mint már az elhangzott itt, vannak bírósági ügyek, több is. Sőt, a demokratáknál Biden esetében már egész Biden családról, sőt, Clanról lehet beszélni, és elvezetnek a szálak egészen, ha külpolitikát tekintünk, nyilván mindenhova, de azon belül is elvezetnek a szálak Ukrajnába. Így, ilyen esetben ezeket szem előtt tartva, és hogyha még teszem azt, alkalmas is minden szempontból Biden, behúzhat ő bármit azzal, hogyha ilyen botrány van a Biden család házatáján? Hát ez megint egy olyan kérdés, hogy nagyon nehéz lenne erre most válaszolni. Akkor bocsánat, kérdezem, hogy mennyire fontos az Amerikai Egyesült Államok állampolgárnak a számára az, hogy ezek az ügyek folyamatban vannak? Hát úgy tűnik legalábbis Trump esetében, hogy annyira nem. Tehát egyrészt a republikánusoknál 88-5%, ahogy szokták mondani, republikánus elefántra szavazna, és a demokratáknál pedig egy demokrata szamára szavazna, hogy ezek a totem állatok a két pártnál. Szinte teljesen mindegy, hogy kiindul, ők beálltak. Na most a kérdés az, hogy az úgynevezett függetlenek hova állnának, idézőjelben a belgák hova állnak. Nagyjából ez a szavazó a rétegnek egy a 40%-a.
És a kérdés az, hogy az ő szavazataik hova fognak menni, illetve dönten hova mennek. 20-ba inkább Bidenhez, 16-ba inkább Trumphoz. Tehát úgy tűnik, hogy ők fognak dönteni. Különben Hunter Biden nyilvánvalóan nem vallotta bűnösnek magát, adócsalás, adóelkerülés és minden egyébből kifolyólag, mindegy, különben Trump sem vallotta magát bűnösnek egy hasonló ügybe, ahol 350 millió dollárt szeretnének a Biden gazdasági csoporttól leszakítani és eltiltani attól, hogy New Yorkba bármifajta üzleti tevékenységet folytasson. Biden esetében az lehet valóban a veszély, hogy eljutnak mondjuk a Burizmáig, és nem csak a Burizmáig, hanem eljutnak kínai pénzemberekig, vagy orosz pénzemberekig, vagy román pénzemberekig. És a kérdés persze az, hogy ő tudott-e, vagy nem tudott, mert most Hunter Bidenről van szó. Joe Biden tagadja, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a családtagjai, mint brand némként használták őt föl, és hát vele, mint alelnökként példáloztak, hogy hát, hogyha velük, mert a Bidennekkel valami fajta üzleti kapcsolatot létesítek, hát akkor ugye ott van az alelnök, mindenfajta garancia, amit elég nehéz lehet elhinni, főleg például olyan esetek fordultak elő, hogy ilyen üzletemberekkel a Fehérházba a vacsorán találkozott, amiről dokumentáció van, és Biden azt mondta, hogy hát semmi fajta üzletügyről nem esett szó, kizárólag az időjárásról beszélgettek, ami hát egy jó téma, és örök téma, de hát azért eléggé nehezen hihető. Mindenesetre a Bidenéket itt lehet adott esetben megfogni, és a republikánusok nyilvánvalóan két különböző bizottságban és a kongresszusban ezeket az ügyeket viszik, és beidézik Hunter Bident, különböző más embereket, ahol tanúskodniuk kell ezekben az ügyekben, és elég agresszívan mennek utánuk. Tehát az egyik mondjuk olvasata ennek az egész dolognak az, hogyha már a Trump után ilyen agresszívan mennek a demokraták, akkor a republikánusok is Bidennel szembe föl tudnak lépni, és tulajdonképpen azt akarják bizonyítani, hogy Biden sem jobb a Deák Nevásznánál, illetve a Biden család. Persze hát itt más kategóriák vannak, és hát hogyha Trumpról beszélünk, az igazi nagy kérdés most az lesz, hogy a legfelsőbb bíróság hogyan dönt itt a kolorádói ügyből kifolyólag, mert hogyha a legfelsőbb bíróság úgy dönt, hogy nem lehet alkalmazni ezt a híres-hírhet 14. alkotmánykiegészítés harmadik paragrafusát, tehát nem zendülés történt, és Trump nem felelős azért, ami ott történt, akkor azt jelenti, hogy őt nem lehet kizárni az elnökválasztási folyamatból. Ha viszont nem így döntene a legfelsőbb bíróság, akkor bajba lenne Trump, mert nem indulhatna, legalábbis a neve nem kerülhetne föl több szavazólapra több állam. Magyarics Sámást, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a meghívást. És akkor most kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról, hiszen most ismét voltak olyan 6 köteles korú férfiak, akik a Tiszán keresztül szerettek volna elmenekülni. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, hát nagyon sokan próbálnak mindenféle lehetséges úton, módon, nyilván ezek illegális lehetőségek elmenekülni az országba, amiatt, mert nem szeretnék, ha elvinnék őket katonának. Kárpátalján mindennaposak gyakorlatilag az ilyen esetek, és most annak ellenére, hogy nagyon hideg van, kőkemény téli időjárás van, most is vannak olyanok, akik a Tiszán keresztül próbálnak átúszni, akár Magyarország, akár Románia irányába is menekülni. Az elmúlt 1-2 napban két ilyen eset is történt. Az egyik, egy hágon túli fiatalember jött Kárpátaljára, 5000 dollárt fizetett azoknak, akik elvezették a Tisza egyik szakaszához, és ott megpróbált átúszni. Gyakorlatilag félholt
állapotban találtak rá a határőrök a part mentén. Nem tudni pontosan visszafordulhatott, vagy a víz erős sodrás sodorta vissza a partra. Sikerült megmenteni az életét. Ennél fogva ő a szerencsésebbek közé tartozik, mert ugyan kudarcba fulladt a menekülési kísérlete, de legalább életben maradt, kórházban van. Viszont az elmúlt esztendőben 19-en fulladtak bele a Tiszába, és olyanok is voltak, akiket a part mentén találtak holtan, és akkor még a hegyvidéki erdős részekre, ami Szlovákia és Lengyelország irányába vezet Kárpátaljáról, azokon az útvonalakon pedig még több áldozatot találtak már az ukrán határőrök a háború kirobbanása óta, illetve egy kárpátaljai blogger is megpróbált átúszni a Tiszán, de annyira hideg volt a víz, hiába vett föl egy hidrokosztümöt is, hogy kénytelen volt 1-2 méter megtétele után visszafordulni, és a határőrök ezt az esetet is észlelték, úgyhogy őt is előállították, eljárás indul ellen, de kétségbeesésükben mindent elkövetnek. És volt egy harmadik eset is, az a Nyeszteren történt, ott Ukrajnából Moldova irányában próbált menekülni egy illető, ott pedig a határőrség motorcsónakkal eredt a nyomába, és mentette ki a jéghideg folyóból. Köszöntelek én is, szervusz Gyuri. A nagyon fontos kérdés, ami az elmúlt hetekben uralja a közvéleményt a háború mellett, az a mozgósítás, konkrétan az, hogy még több embert szeretnének katonai szolgálatra behívni. Parázsvitát váltott ki ez a törvényjavaslat, most úgy tűnik, hogy készek ezen módosítani. Mik ezzel kapcsolatban a legfontosabb és legfrissebb hírek? Igen, a tegnapi nap folyamán váratlan fejlemények történtek ebben az ügyben. Először úgy festett, hogy minden eszközzel a kormánypárt végigviszi ezt a nagyon szigorú mozgósítási törvényt. Elviekben tegnap kellett volna első olvasatban szavazni erről, de olyan hatalmas vitát okozott a törvénytervezet a Népszolgálja frakcióján belül is, hogy úgy döntöttek a hosszas egyeztetés után, hogy visszaadják azt a kormánynak, a beterjesztőnek és a miniszteri kabinetnek kell újra dolgozni a javaslatot. Hát elemzők azért megjegyzik, hogy itt más dolgok is szerepet játszhattak abban, hogy elsőre nem sikerült ezt a drákói szigortartalmazó mozgósítási törvényt áttolni, és pedig az a közfelháborodás, amit az ukrán társadalom részéről megnyilvánult ezzel kapcsolatosan, és ennek a politikai felelősségét nem szeretnék, hogyha az elnök irodára, jelenlegi regnáló hatalomra vetülne. Ők mindent megpróbálnak kommunikáció tekintetében, hogy a hadvezetésre, nevesítve Valeri Zaluzsnyi vezérkari főnökre hárítsák ennek a felelősségét. Ő viszont most a kezeit és kijelentette, hogy hát a vezérkari főnökség nem dolgoz ki, nem nyújt be törvénytervezeteket, a politikai döntések nyilván a hatalom, a politikai elit felelőssége, úgyhogy egyfajta politikai szembenállás is kialakult. Egyébként az is érdekes, és sokaknak szemhez szúrt, hogy eredeti szándék szerint ugye tegnap szavaztak volna erről a törvénytervezetről, és tegnapi nap folyamán Volodymyr Zelenszky nem volt Ukrajnában, ugye egy balti körúton vesz részt ezekben a napokban, tehát úgy építhették föl, hogy az államfő annyiban sem vállalhasson érte felelősséget, ne azonosítsák vele ezzel a nagyon szigorú és nagy fölháborodást kiváltó törvénnyel, hogy a szavazás napján elviekben Ukrajnában sem lett volna, de úgy fest, hogy a Népszolgálja a parlamenti frakcióban nem gyűlt össze a szükséges 226 szavazat. Ilyenre egyébként a háború kitörése óta csak nagyon rég volt példa, hogy egy kormány határozatot, egy kormány döntést nem tudnak végigvinni. A parlamenti képviselők sem szeretnének ebben felelősséget vállalni, hiszen sokak szerint, aki a nevét adja ehhez a nagyon szigorú és népszerűtlen döntéshez, annak későbbiekben a politikai pályafutása gyakorlatilag megsemmisülhet. Még egy kérdés, ami fontos a két országot illetően, Magyarország és Ukrajnát illetően. Január végén lesz Kárpátalján egy fontos találkozó, ezt tegnap a magyar külügyminisztérium is megerősítette, erről mit lehet tudni? Igen, és a magyar külügyminisztérium mellett a kijevi külügyi tárca szóvivője Oleg Nikolenko is megerősítette ezt az értesülést. Ő is elmondta, hogy január 29-én a tervek szerint valóban itt Kárpátalja székhelyén Ungváron találkozik a két szomszédos ország külügyminisztere. Korábban a háború kiterülése óta gyakran egyeztetett egyébként Mitro Kuleba és Szijjártó Péter, jobbára akkor a kárpátaljai magyar kisebbséget hátrányosan érintő kérdés.
kérdésekről. Most ukrán részről elsősorban arról akarják meggyőzni Magyarországot, hogy Magyarország is járuljon hozzá ahhoz, hogy Ukrajna megkaphassa az Európai Uniótól az 50 milliárdos eurós hitelcsomagot. Nyilván magyar részről továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak a teljes értékű visszaállításához kötik az esetleges megegyezést, vagy eleve az ukrán-magyar helyzet jobbrafordulását, illetve ez azt hiszem Budapesten, de Kijevben mindenféleképp elhangzott, hogy a két külügyminiszter feladata lesz előkészíteni Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök régóta várt találkozóját, de azt ugye Szijjártó Pétertől is tudjuk, hogy ennek a legmagasabb szintű találkozónak akkor van értelme, hogyha valós, reális tartalommal töltik meg a két ország vezetőjének a találkozóját, különben semmi értelme egy ilyen találkozónak. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ma is itt voltál velünk, és hogy egész héten itt voltál velünk. Jó hétvégét neked, és jövő héten folytatjuk. És most akkor következzen a nap kérdése Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámnak is. Köszönöm, hogy egész héten itt volt velem.